telik a karácsony, úgyhogy meg fogunk nézni egy Veriz Santa Merre von Otilopó nevű pályát, ami elvileg valami sztori alapú dolog lesz. Na, hát itt az Orient Express, bocsánat, a Polar Express. Szálljunk be! Be akarok szállni. Miért nem? Ja, mert már megtelt. Itt még nem telt meg. Beszálltam, kislányjal együtt ülünk. Kislány elmet itt hagyott. Azt mondta, hogy ő már pedig velem nem utazik. Szóval van zene a játék alatt. Ez annyira jó lenne, hogyha nem lenne copyrightos, úgyhogy majd izgulok majd miatta. A kertváros. Akár Harry Potterék is járnak. Milyen aranyos! Nézzétek meg, is ott van rajtam amúgy a mesés zsédavos minta, amit amúgy be tudtok szerezni a Robloxon belül, illetve a valóságban is. Honnan tudjátok, hogy egyáltalán ide kell jönni? Mondja nekünk Barry, hogy I'm so... Okay, nem tudtam elolvasni. And they have a new house. Oh, egy új házikó. Celebrate Christmas with them! Azaz, erről van szó, celebrate Christmas with them! Remélem amúgy ez olyan, hogy ki lehet játszani. Itt van a grandpa! Meg a grandma! Szevasz, grandkids! Ó, keblebrőle mama meg papa! Karácsonyra tudom nektek ajánlani ezeket a jó kis rókás sálakat, már tényleg csak pár darab van belőle, úgyhogy érdemes addig menni, amíg be lehet szerezni, mert már tényleg csak talán ilyen 5-6 darab marad belőle. Úgyhogy a Zsédafon shopon megtaláljátok. Nem tudom, hogy mi történt, de grandma, most itt vagyunk, hello, itt vagyunk. Jaj, de jó, oh my god! Oh my god! Christmas tree is so beautiful! Úristen, milyen szép ez a Christmas tree! Vannak rajta égők, meg minden, ezt leveszem, mert megsülök itt a gép előtt ebben. Grandmájéknál rég a világ sütik, már a retott pulykát zimmezum, zimmezum, receptica, grandma house. Grandma! Oké, és van 57 másodpercem, de mire lehet 57 másodpercem, hogy körbenézek? Ez bizony olyan zene volt, ami nem volt túl jó. Kattog már csak 40 másodperc, már csak tudnám, hogy mire 40 másodperc, benézünk ide is. Itt leszek az ágyikók, értem, jó. Jó, oké, akkor az ágyak itt vannak fent. Nice, nice, nice. Nézzünk még le, hogy hát ha ott is találunk még valamit. Oké, itt esetleg ide nem lehet bejönni. Már csak 26 másodperc. Miatt beugrott a gáztűzhelyre, hát az veszélyes. Ó, nézd, ők itt bulikáznak, gyere, én is hagy bulikázzak. Igen, amúgy egészen jó, egészen törhető máma, egészen törhető. Én mondom, hogy Lány Dávid, és tényleg ezt mondta, egészen jó. Nice. Zsédavid 46. Máma. Papa, jaj, de örülök nekik, hogy itt vannak. Oké, okay, yes, of course. No, oké. Okay. Vigyük a üzéket, a tányérkákat a kitchenbe, és terítsünk meg mindenkinek, legyen szép karácsonya. Na, menjünk. Jó, hát akkor gondolom az összeset kell. A többiek azok nem segítek, mert eddig 3 darabot vittünk el. Az nem a... Nem a világ legtöbbje, 4 darab. Már csak én csinálom, vagy mi? Nézd a gazdag, az új gazdag kislányt! Hát nem hiszem, elő nem segít. Tányérkákat már csak 4 darab kell. Oké, már csak 3, már csak 2. Meg is terítettünk, remélem a kaját is meg kell csinálni, mert akkor lesz aztán igazán sajátos a buli. Hé, hey, hova lettek a többiek? Mi a szösz? Hova lettek a többiek? Ha! De mi? Hát 12-en kezdtük és eltűntek a többiek. Mi? Csak én maradtam meg, 2 kis csaj. De amúgy miért csak 3-an maradtunk? A többiek azok itt voltak, de most eltűntek. Oké. Haha, grandpa. Can we build a snowman? Úristen, hóembert! Akarok! Oké, hát persze, egyértelműen kint kell építeni a hóembert, nem bent a házban, nyilván. Egyértelmű! Oké, okay, nice. Miért vagyunk ilyen kevesen? Lehet, hogy felmentek mind játszani? Nem, tényleg 3-an vagyunk. Én meg a 2 kis tesóm. Akkor most igazából olyan, mint hogyha a hugaimmal játszanék, aha. Wow, nagyon sok a piles. Snow piles. Itt, nézd, ott van. Gyorsan. Hagyj építsem már azt a rohadt hóembert. Fúj, de rondán csinálta meg ide a karácsonyi égősort. Fé, én között tudok mászkálni? Oké. Okay. Nézd, ennyi, így kell hóembert építeni. Nem mondd már, hogy most a botokat is rakom rá külön. Hát milyen hülyeség ez? A havat kell odavinni. Gyere kislány, miért a világ végére mentél? És még a répát is a hóból szedtük elő. Hát miért is ne? Hoppá, bocsánat, mikrofon, ne haragudj. Új, és a grandpa megnézi. Nézd, grandpa, milyen szép lett a hóemberem! Milyen hosszú ez a játék, mert eddig nem nagyon történt az, ami gondoltam, hogy történni fog, hogy itt a... Hát ennek valami olyasmi a címe, hogy eltűnt a télapó, és meg kell keresni. Azt hittem, hogy ez valami ahhoz hasonló szisztematika is lesz. Mama, vár már minket, hogy menje papa, hogy menje papa? Na és mi van? Ja, így be is teleportál. Oké, okay, a mama közben megfőzött, megsütött, megfőzött. Együnk csajok, gyertek, együnk. Ide a gigászi nagy fejemmel, én ide akarok ülni. A mama meg a papa ül az asztal főre, ne mondd már. Mindenkinek helyet kell foglalni úgy. Miért helyezkednek? Én a mamához vagyok közelebb. Ő mellém akar tűnni, de kedves tőle, egyem a szívét. Én vagyok a neki a jó barát.
Milyen nagy ez az asztal, és milyen kevesen vagyunk. Ez valahol amúgy rohadt szomorú. Ez valahol amúgy borzasztóan szomorú. Nézd, aki benéz is, így azt látja, hogy hát innen bizony hiányoznak az unokák. Répa, ezt főzte a mama a répát? És miért úgy fogom, mint hogyha cigiznék? Megettük. Ennyi volt? Ő még ott teszi? Nyam. Na, szeretnék. Nekem nincsen itt más, csak ez a kis tutti juice pet pellets-ben. Ez olyan tipikus, én is így eszek pizzát, érted? Megrendeljük a Pizza Hutból, és úgy jön ki, hogy van benne egy ilyen hang, hogy PIZZA! PIZZA! Amúgy a pizza az mióta ezé klasszik karácsonyi fogás? Már hogy úgy, nem tudom, itt most tekerek vissza az agyamba, hogy nálunk, vissza az agyamba, hogy vajon mikor volt nálunk a karácsonyi asztalon. Mondjuk a süti az oké, okay, a süti az kell. Figyelj, és közben eszik. A can't wait, nem bír várni tomorrowig. Gyerünk aludni! Oké, okay, menjünk aludni, gyerünk csajok. Minél hamarabb lefekszünk, annál hamarabb kelhetünk fel, kibontani az ajándékokat. Ez amúgy Amerikában egy ilyen gusztustalan dolog lehet amúgy, hogy az ajándékokat már egy héttel előre bekészítik a fa alá, és ott nézi a gyerek, érted? Ott nézi a gyerek, és szemez az ajándékkal. Melyik ágy van, narancssárga? Akkor én de a Minecraftos ágyra fekszem, bocs. Az a fekvés, hallod? Az igen, én is így, vagy... Karácsony napján, hallod? Ő is ide jött hozzánk, félt egyedül biztos. Karácsony napján majd én is így megyek, hogy jaj, várom a télapot, lefekszem. Mondjuk amúgy biztos, hogy gyerekként mindig így aludtam karácsony előtti nap. Good night everyone. Amúgy, hogyha csak egyedül játszanék, akkor ezt magamnak mondtam volna? Vagy itt most magammal beszélnék? Még szerencsé, hogy ez a két kis csaj itt maradt. Az a szembecsukás, hallod? De jó effekt volt. Sikoltás. Várj, és hova tűnt a másik? Ne csináld már! Hova tűnt? Hova tűnt a másik? Miért csak ketten vagyunk? Mi? Please, te legalább ne hagyj itt! Te legalább ne hagyj itt! Let's go, nézzük meg! Hogy kell megnézni? Á, így erre. Ajándékok! Nézd, kislány! Ajándék! Itt is van ajándék! Ott a télapó, oda néz! Ott van fenn! Ott van fenn! Akkor valahova leesett, nem? Hallod, megcsúszhatott a tetőn az öreg dagadék? Nézze, jó, van, már itt voltunk. Ó, oh, azok a rénszarvasok, hallod? Oh my god! Azok a... Hallod, micsoda hurkás rénszarvasok, és milyen danda feje van, te atya ég! Oh my god, it's true, ez igaz! Oké, okay, és hogy megyünk föl a roofra? Itt vagyok, hello? Hello? Ezzel kell, meg kell szerelni. Nagyon jó, kislány, rakjuk össze, ha már csak ketten vagyunk. Akkor össze kell raknunk. Meg lesz, hidd el. Szerencsére Ece itt maradt velem. Ece FF8. És ő segít nekem. Úristen, itt még mennyi van, ide nézzetek már itt hátul mennyi van. Na. Tak 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 tak. Tak tak. Tak 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 tak. Rak tak. Nice. Reindeer Rudolf the Red Nose Reindeer. Debilodorf. Vagy nem tudom. De ez is Rudolf, annak is piros a nózi. Az hogy lehet? Hogy lehet ennyi piros orrú rénszarvas? De hol van a télapó? Hol van Santa Claus? Hi, Zsédov, Rudolf köszönt nekem. Hello! De sír, szegény Rudolf. Rudolf! Rudolf, mi a baj, Rudolf? Santa was kidnapped the evil elf. Úristen, a Santát elrabolt egy gonosz elf. Ne, ne, hallod ezt, kislány? Santát elrabolt egy gonosz elf. Úristen, ugye nem kell egyenként összeszedni az összes ajándékot. Követni kell az ajándékokat, akkor az elvezet a gonosz elfhez. De melyik irányba? Erre? Erre kell követni! De mennyi idő van erre? Egy perc? Jó, hát az elégnek kell lennie. Itt gyere, kislány, egy kislány, erre! Ki a város szélére! Itt vegyen az út! Ú, ez a Roblox izé, pályagenerátor izének ezek a hegyek, amiket ő generálhat. Ez nagyon komoly. Na ez a bajom, hogy nincsen több ajándék, látod? Itt megszűnt, ennyi volt, kislány. Pedig kislányjal biztos mi ráakadunk az ajándékokra. Oh my god, ez az elf nagyon nem viccel, kislány. What was that? What was that, kislány? Bam. Kislány, ez nem viccel. Kislány, vigyázz! Én is vigyázok! Kislány, vigyázz! Vigyázz, kislány! Hú, hát ez nem viccel, nem viccel ez az elf. Ó, ezt elkerüljük, ezt is elkerüljük. Nézzek a kislányt, hogy ugrál. Ő mindent elkerül, hogy lehet ennyivel gyorsabbnál? Ah! Majdnem, most ez majdnem rossz véget ért. Majdnem, de szerencsére oda tudok figyelni. Hogyha nem teljesen az úton megyek. Kislány! Kislány, mi? Nem lehet tovább menni. Ne, kislány, meg ne dögöljél nekem! Kislány csak ugrál, mint egy hülye. Most akkor sikerült? Túlélte a kislány, ugye? Túl. Ha ha ha, azt lejjel!
pizza! Én nem tudtam, hogy ez ad életet neki, nem adott életet neki, de nála maradt! Nem, most már mi? Reggel van, vagy mi az ez? Kislányka, menjünk tovább, kislányka, pam. Menjünk már, szegény kislánynak arig maradt életet, hogy lesz így ereje legyőzni a gonosz bohócot, vagy mi az elfett bohócot, persze azt. Az igen, jó sok másodpercet kaptunk arra, hogy eljussunk. Most én nem tudom, én itt tovább megyek. Biztos oda kellett volna menni? The landscape is so beautiful. Magát szopkodja, hogy úristen, annyira szépen el tudtam készíteni ezt a táját. Tehát azért erős túlzásokban essünk, hogy lepakolt pár fát, aztán kész, viszontlátás. Aha, és akkor itt vannak. És akkor most is kell valamit építeni? Egy kis házikót! Nézzenek oda! Szépen épül. Hát én a legközelebbiről fogok hozni havat, nem? Tehát az azért, ez a legegyértelműbb. De ez ennyi, hogy így építkeznünk kell? Akkor ezt még gyorsan ide rakom. Kész van! Megépítettük! Ez a mi iglunk itt. Iglu look really nice! Hát tényleg ezt kell, hogy mondjam, hogy ez really nice. Iglu. Wait for the night? Hát még csak most lett reggel. Milyen űrt az estét várjuk. Haha, nagyon fán. Szevasz, van valami mondani valód? Tüzet kell rakni, szegény kislány el fog fázni. Meg fog fázni. Mi az, hogy eselem? Aj, nincs közelebb? Nem, 6 darab. Jó, az egész korrekt, az egész korrekt. Azt kell, hogy mondjam, az egész korrekt. Tessék, hozunk kettet. Ketten együtt gyorsan megrakjuk ezt a kis tüzet, ezt nem lesz vele baj. A kislánynak amúgy valami kaját kéne főznie, nem? Szerintem a legtávolabbi farönkért mentem most el. Kislány is, és még egyet, még valahonnan kaparincsunk már elő, ott is van. Jó, akkor én már nem megyek. Hogy egy kis csücskös ez? És akkor itt most már meg tudunk melegedni. Ó, milyen szép particle mély sejtek. Most nézem, hogy megy le a nap. Közel kell maradni hozzá. Hát jól eltelt egy nap, és a grandpa meg a grandma az amúgy nem hiányolt minket, amúgy. Habár csak úgy megkérdezhetem, hogy nem hiányolt minket. Már egy napot nem voltunk otthon. Én ilyen tűz körüli táncot járok, hogy hummára, ne menj ki, kislány. Baj lesz veled. Szegény, gyere ide! Hadd öleljelek meg! Együtt felmelegítjük egymást! Gyere! Na mi történt, kislány? Good night, everyone! Milyen everyone? Ketten vagyunk! Na, már szebb lett az idő? De szép, friss időnk van! Friss az idő! Azt kell, hogy mondjam, friss! Nem. Kislány nem kapott ettől életet? Nem kap életet. Nézd! Ott van a first aid kit. De várjál, kislánynak most akkor én tudtam életet adni? Az, ahogy felvettem, kislány kapott életet? Ez jó meg volt oldva, hogy így lehetett kislánynak életet adni. Mik vannak még ott? Mik vannak még itt a pályán? Úgy jól lejöttünk már a falutól, várostól, meg mit tudom én. Kislány már itt is hagyott? Kislány már itt is hagyott? Képes volt itt hagyni? Kislány pedig olyan jó barátok lettünk, kislánya. Lekorlátoz, ezek a sztori játékok, ezek olyan izék, hogy lekorlátoz. Csak óvatosan, kislány, bele ne es. Te olyan jó kis pattogi vagy. Te ezen végig tudsz menni. És itt van a híd. A lerombolt híd. Biztos az lesz, hogy újra kell építeni a hidat. És ott lesz a gonosz koboldnak a bázis. Oda nézd, ott látom. Ott már látom. Oda már belátok, gyerkőcök. Kislány, nehogy leugorj. Már csak te maradtál nekem. Szépen újraépítjük a hidat. Szépen 20 darab kell. Na már csak 2 darab kell. És meg leszünk végre valahára. Ott hozza a kislány. Jó, és csapd be az utolsót is. Így is van. Na menjünk. Nice. Úristen, itt ennyi volt és meg lehet dögleni? Na ne szórakozzál már, hát én azt hittem, hogy... Hát ez nagyon gonosz volt. Jó, hát ez most 20 robaxomba kerül. Hú, ez nagyon gonosz dolog volt. 20 robaxba került. Na, nem lehet lefelé venni? És leomlott a híd, hogy megyünk vissza mamához, meg pápához. Máma meg pápa. Na, most már le lehet menni. Kislány milyen gyors. És bemenni sem lehet, ez annyira... Áj! Ó! Egy kar! Go, pull down! Oké. Húzd meg! Most meghúztam, oké. Én meghúztam. Én itt, ez nagyon félelmetes, én azt mondom, ez nagyon ijesztő. Na, kislány, azt is meg kell húzni, de... És miért volt jó az, hogy meghúztuk a kart? Amúgy az, amit... Mit értünk el, kislány, ezt is meghúzod? Meghúzta, kislány kőkemény. Oh my god, mi ez itt? Jó van, és most akkor mi van ilyenkor? Miért jöttünk az ő barlangjába? Úristen, ez az evil elf! Soha! Hoppá, menj onnan, kislány! Jaj, kislány, menj onnan, kislány! Igazi gonosz elf!
Biztos, hogy nem véletlenül vannak itt ezek a falécek. Ez a gonosz elf, nézd, ott bugizik és közben dobálja az ajándékokat. Hát ez ketten jó nehéz lesz szerintem elintézni. Go build a cannon. Építenünk kell egy izét. Hirtelen olyan gyorsan történtek itt az események. Ez már egészen ágyú feelingű. Még szeretsz, hogy a gyerekek így értenek a izéhez. És még ki is van díszítve, érted? De nem mindegy, hogy hogyan néz ki ám itt a kanon. Most rálőttünk, vagy sikerült, vagy most mi történt? Oh my god, vigyázz, kislány! Kislány, vigyázz! Nem venném a szívemre, hogyha valami történne veled. Oh my god, ugrass! Most amúgy itt nem kellett volna ugrani, hogyha fenn vagy? Nem tudok ezen fennlenni, ezen át tudok menni. Mi az össz? Oh, ugrassak, ugor, kislány! Kezdek begolyózni. Hoppá, hoppá. Mi ez egyáltalán sebez? Mert az előbb belement. Epic. Ó! Oh. Na gyerünk most. Oké, oda. Meg kell építenünk még egy ágyút. Ne viccelj már, minden oldalra kell építenünk egy ágyút. Ragd is bele. Gyerünk kislány. Fuss kislány, legyen ez a te sikerélményed. Bum, már két oldalról lőttük. Igaz, nem jött ki az ágyukból semmi. És ezzel sebeztük. Az nagyon gonosz lenne, kedves kislány. Kislány, ugorj. Hát ez így nem túl poén. Ez így most már egyre nehezebb és nehezebb. Kislány ugye túl fogod élni. Nagyon remélem, hogy attól még túléli. Úristen, és nem. És kislány elveszett a harcban. Egyedül maradtam! Hogy? Most egyedül építhetem meg az ágyunkat? Ne csináld már. Na végre elkészült ez is. Na tűz. Oké, és akkor még egy oldal lesz, amit még itten fel kell majd. Hát ez most jó lesz, mert minden, ami fog történni, az most engem fog eltalálni, vagy rám fog akrózni. Bármit is fog csinálni, az rám lesz akrózva. Az úgy komoly. Az kom. Úristen. Úristen, na ez így már azért így komolyabb. Most már mindent bevet. Most már minden be van vetve. És meg is van. Na tűz. Most nagyon kapja! Igaz, a golyók nem repülnek felé, de nagyon kap... Wow! Epic! Ott jön Mikulás! Mi az Isten? Ott ereszkedik a télapó, mivel hogy én jutottam be egyedül, ezért megjött, leereszkedett hozzám! Leereszkedett a szintemre a télapó, a Roblox Mikulás! Itt van! Santa! You're back! Visszatért hozzám! Hi everyone! Én vagyok itt egyedül, milyen everyone! Thank you for saving me! You saved all kids! Megmentettem minden gyerek karácsonyát! Én voltam az a világon! Igaz, hogy amúgy a világ nagy részében amúgy nem karácsonyt ünnepelnek, de mindegy. Thank you so much! Köszönöm szépen, télapó! Thank you, ő is köszöni szépen! Let's go! Menjünk, télapó! Mi ez a hang? Mit hallok én? Azt a mindenit. Santa Factory. És manó lettem. Pruty pruty csik csik. Pruty pruty csik. Pruty pruty csik csik. Pruty pruty csik. És nem lehet felugrálni ezen? Nem lehet. De nézzünk, milyen jól mennek itt az ajándékok. Hát édes Istenem, hát kell lenni jobb. Hi Jade of... Érted? A mama meg a papa megvendégeli a 12 unokáját. Ebből maradt egy a végére. Na tehát kérdésem a következő, ti rábíznátok nagyszüleitekre? Főleg nem 12-t, gondold, ebbe is golyóznának szegény mamáik. 12 unoka után, hallod? Oké, hogy egynek még megvesz egy csomó nyalókát a kettőnek. 12-nek? Because he's... Grandpa! Micsoda! Várjál, ez egy most egy nagyon meglepő fordulat. Húha! Húha! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett nektek ez a karácsonymentő akció, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírást, és nagyon vagány zséda vagy cuccokat, ott tudjátok beszerezőkatoknak, továbbá most már az Osanokban is beszerezhető a Csótány Vadász képregény sorozatom, továbbá a vadonatúj könyvem az Álomhozók is, a Libre és a Lira mellett. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!